Már az első családi programjuk megvolt, és készülnek a következőre, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában. Tudtuk meg Romhányi Sándorné tagóvoda vezetőtől. Ebben a nevelési évben 17 kis csoportos korú gyermek érkezett az óvodába. Kis csoportos korú gyerekek, 2,5 éves, 3 éves, kicsit idősebb, mint 3 éves gyermekek. A beszokatásuk megkezdődött szeptember 1-től, hiszen az a felvétel időpontja, az óvodai jogviszony időpontja. Meg is érkeztek a gyermekeink. Egy gyermekünk van, aki betegség miatt még nem tudott jönni hozzánk, de egyébként minden gyermekünk itt van már az óvodában. A beszoktatásuk megkezdődött szeptember 1-től. Biztosított volt a szülők számára az apás-anyás beszoktatás. Volt, aki igényelte, volt, aki nem. Mi biztosítottuk a szülők számára az anyás vagy apás beszoktatás lehetőségét. Volt olyan szülő, aki élt vele, és volt olyan szülő, aki ezt nem igényelte, de elmondhatom, hogy minden óvodásunk, amint láttátok ti is, minden óvodásunk nagyon jól halad a beszokás útján. Egyszer mindenki sír. Vagy akkor, amikor először érkezik meg, vagy akkor, amikor eltelik 1-2 hét, ezt nem ússza meg senki sem, de nagyon, nagyon nagy hősök a gyermekeink, mert érzik a szeretetet, érzik a törődést, és szépen lassan megszokják azt, hogy nekik óvodában a helyük, hiszen érett, okos, ügyes nagylányok és fiúk. Minden óvodás jól halad a beszoktatás útján. Szeptember 17-én volt az első nagy alkalom, a kerékpáros kirándulás, ahol a szabadban a szülők a gyermekekkel együtt mentek ki a lombkorona sétányra. Ehhez kapcsolódott az autómentes nap is. Olyan régmúltat idéző eszközöket is vittek, amivel még a szülők játszottak, a gyermekeknek pedig újdonság volt. Ez az első alkalmunk, amikor biztosítjuk a szülők számára azt, hogy kinn a szabadban, persze mindenféle utasítást és elvárást figyelembe véve, kinn a szabadban együtt a szülők, gyermekek együtt mehessünk kerékpárral, az erdei futópályára megyünk, illetve a lombkorona sétányon voltunk már. Nagyon-nagyon sok szülő, nagyon-nagyon sok gyermekkel érkezett el hozzánk, meg mentünk együtt tulajdonképpen. Ez a rendezvényünk az autómentes világnaphoz is kapcsolódik, hiszen környezettudatosan igyekszünk élni, és elég sokan járnak kerékpárral az óvodánkba egyébként, meg mi óvonénik is többen, illetve a játékvilágnapját is ezen a rendezvényen ünnepeltük meg. Igyekeztünk olyan eszközöket kivinni erre a rendezvényre, ami a régmúlt idők, ami, meg hát a szüleink gyermekkorát is idézik, meg hát felhasználtuk azokat az eszközöket, amiket a természetben találunk, hiszen ickát a már természet elengedte letört faágakból készítettünk, mindenféle olyan játékot, ami a régi korokat idézte, játszottuk el ezen a napon. Remekül sikerült. Az volt a célunk ezzel a rendezvénnyel tulajdonképpen, hogy megszokják egymást, megismerjék egymást a szülők és a gyerekek, meg egy picit szerettünk volna ezen a szűk körön belül lehetőséget adni a szülőknek arra, hogy újra gyerekek lehessenek, és a gyermekeikkel együtt játszhassanak. Zöld óvodaként odafigyelnek a környezetvédelemre, és természetesen a fertőtlenítés is folyamatos. Következő rendezvényünk a születi nap lesz, amely egyben a zene és a mese világnapja is, ahová volt óvodásaikat is várják majd vissza. Mi ilyen hármas jelleggel szoktuk megrendezni már évek óta hagyományként a születünket, hát most is így készülünk. Ügyelünk arra, illetve figyelmet fordítunk arra, hogy volt óvodásainkat hívjunk vissza zenélni és mesét mondani is, hiszen a nagyok fölnéznek rájuk, büszkén néznek fel rájuk, nekik viszont óriási önbizalmat és pozitív életérzést ad az, hogy a volt óvodájukban szerepelhetnek és iskolásként visszatérhetnek. A nagy fedett terasz lehetővé teszi a szabadban való foglalkozást a későbbiekben is. A gyermekek számára valóban tágas és az előírtnak megfelelő a termek nagysága, de a rendezvényekhez elég kicsi. Ez még kérdéses, hogy mit csinálunk, bár nekünk van egy csodás fedett teraszunk. És ha az időjárás csak kicsit lesz kegyetlen hozzánk, akkor azért ott elő tudjuk adni a kis műsorunkat és a megemlékezésünket. Ez még a jövő zenéje, és ilyen adhok helyzetekben kell megoldanunk ezeket a tervezett tevékenységeinket, majd ahogyan
alakul, és az időjárás engedi, hát akkor majd ahhoz igazodva próbálunk megfelelni. A konyhakertet most is gondozták, jó részt az óvónénikkel, de remélhetőleg jövőre a gyermekek is tudják folyamatosan gondozni. A kis kertünk attól, hogy a gyermekek nagyon kevés százaléka járt az óvodába, bár nekünk mindig volt gyermekünk. Tehát március 16-ától nekünk mindig volt gyermekünk. Két hétre zártunk be, amit a kormányrendelet előírt, de a kertre ügyeltünk, mert mi évek óta bejárunk a kertet öntözni, akkor is, amikor több héten keresztül zárva voltunk. Tehát a kertünk nekünk rendben volt, és nagyon szép termésünk is volt, de igen, valóban sajnálatos, hogy a gyermekek nélkül kellett nekünk rendbe tartani ezt a kertet, de attól még volt olyan alkalom és lehetőség, hogyha másra nem, öntözésre, megkértük a nagyobbakat, hogy segítsenek nekünk.